Köszöntöm Önöket, a Pannon Televízió híradóját látják. December 2-a Melinda és Vivien napja van. 74 éve helyezték üzembe a világ első atomreaktorát Chicagóban. 43 éve született meg Szeles Mónika teniszező. 26 éve Helmut Kohl kancellár nyerte az első szabad választásokat az Egyesült Németországban. Most pedig következzenek a nap legfontosabb hírei. Parlamenti eljárásba került a jövő évi szerbiai költségvetés tervezete. Továbbra is nagy a felháborodás a vízlecsapolási illeték miatt. Tudományos tanácskozást tartottak a Szovjetunióba hurcoltak emlékéve alkalmából Újvidéken, a vajdasági magyarság is érintett, mondták az illetékesek. Állítólag gyilkossági kísérlet történt szerda éjszaka Horgoson. Már parlamenti eljárásba került a jövő évi költségvetés tervezete. A 2017-es büdzsé tervezetét tegnap fogadta el a szerb kormány. A jövő héten megkezdődhet az erre vonatkozó vita a képviselőházban. A kormány illetékesek szerint egy megvalósítható és reális költségvetési tervezetet sikerült alkotni. A tervek szerint a következő évben az államkassa bevétele közel 1093 milliárd dinár lesz. A kiadások pedig elérik az 1162 milliárdot. Ez azt jelenti, hogy az év végén a költségvetési hiány 69,1 milliárd dinár lenne. Hogy ez teljesüljön, a következő feltételeknek kell megvalósulniuk. A gazdasági növekedésnek 3, az inflációnak pedig 2,4%-osnak kell lennie. A predviđeni deficit je najniži u savremenoj srpskoj istoriji, negde na 69 milijardi, izračunajte, to je negde na 560-570 miliona evra. Ne zaboravite da nam je bio predviđen deficit za ovu godinu od 122 milijarde. Dakle, gotovo dvostruko niže predviđen u odnosu na ovu godinu. A kormányfő elmondta azt is, hogy a büdzsé először tartalmazza a szerbiai korridorok vállalat projektjeire fordított kölcsöneit és kiadásait, amelyek 43,5 milliárd dinár tesznek ki. A gazdasági fejlesztések serkentésének érdekében a költségvetésben megkétszerezték a kapitális befektetésekre jutó összeget. A legnagyobb növekedés a mezőgazdaságot érinti. Erre a célra az idei 3,8% helyett jövőre a költségvetés 4,2%-át szánják. Budget Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine u 2017. godini biti 43 milijarde i 778 miliona dinara. To je u odnosu na 2016. godinu za 8,11% više. I ovim smo prekinuli trend iz 2015. i 2016. kada je došlo do smanjenja budžetskih sredstava koja su izdvajana za Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine. A támogatásokat illetően nem lesznek változások a mezőgazdaságban. A pénzeket főleg a versenyképesség növelésére, illetve a mezőgazdasági befektetésekre fordítják, jelentette ki az illetékes miniszter. A költségvetési tervezetet már előterjesztették a köztársasági parlament elé. Vlada usvojila budžet za 2017. predlog budžeta za 2017. godinu, da je on već upućen Skupštini, da se već nalazi na sajtu Skupštine i da očekujemo da će na vreme biti usvojen dnevni red i da će rasprava otpočeti u ponedeljak. A pénzügyminiszter sajtótájékoztatóján azt is elmondta, hogy a tervezet készítésénél nem vették figyelembe, hogy várhatóan csökkenni fog a szürke gazdaság, és hatékonyabb lesz az adóbehajtás. Ezáltal pedig a jövő év végén a tervezetnél is kisebb lesz a költségvetési hiány. Az ellenzéki pártok azonnal reagáltak is a költségvetési tervezetre. Valójában nem is a büdzsé tartalmát bírálták, hanem azt, hogy a törvény által meghatározott november 1-e helyett egy hónapos késéssel fogadták el azt. Az ellenzéki pártok nem sokat vártak a bírálatokkal, miután a szerb kormány elfogadta a tervezetet, és elmondták róla, hogy minden idők legkisebb költségvetési hiányával számol Szerbiában. Az ellenzék szerint a kormány késve fogadta el, és ezzel megsértette a törvényt. Alexander Popovics, a Szerbiai Demokrata Párt szakértői tanácsának elnöke tegnap adott hangot elégedetlenségének. Po zakonu o budžetskom sistemu države Srbije, vlada Srbije do 1. novembra tekuće godine morala da usvoji nacrt budžeta za narednu godinu. Danas je 1. decembar, prošlo mjesec dana, vlada Srbije svoj posao
koji ima u skladu sa zakonom, nije obavila. A szerb radikális párt elnöke arról beszélt, hogy a kormány még a 2015-ös évre vonatkozó költségvetési jelentést sem készítette el. Po našim saznanjima, vlada Srbije uopšte nije uradila finansijski izveštaj o budžetu iz 2015. godine. Iako smo im blagovremeno skretali pažnju na to da je to njihova obaveza, da ta obaveza mora da se ispuni, da se ne može usvajati budžet za 2017. dok se ne usvoji završni račun za 2015. a da završni račun za 2016. godinu mora da podnese do 1. marta 2017. Az ellenzéki politikusok úgy vélik, hogy azért kellett ennyit várni a költségvetési tervezetre, mert a kormány megvárta a Nemzetközi Valuta Alap Szerbiáról szóló jelentését. A büdzsé részleteire nem tért ki az ellenzék. A tervezet kapcsán heves vitára számíthatunk a köztársasági képviselőházban hétfőtől. Továbbra is nagy a felháborodás a polgárok körében a vízlecsapolási illeték miatt. A szerbiai adóhivatal szabadkai fiókjában kígyóznak a sorok, sokan tesznek panaszt, végül szinte mindenki fizet. A számla felső részén szerepel a kiküldés napja. A dátum másnapjától számítják a 15 napos kamatmentes fizetési határidőt. A vízügyi törvény 2012-es módosítása szerint mezőgazdasági földekre, legelőkre, erdőkre és a telkek azon részére fizetünk lecsapolási illetéket, amelyek nincsenek beépítve. Tavaly a 2013-as és 2014-es, idén pedig a tavalyi és az idei évre küldték a számlákat. A szabadkai polgári jogvédő irodája befutó panaszok alapján az illeték összege néhány száz dinártól akár több tízezer dinárig is terjedhet. Leggyakoribb panaszok két csoportra oszthatók, az egyik a kötelezettel kapcsolatos, például elhunyt a kötelezett, eltulajdonította az ingatlanát, ilyen esetekben szintén panaszt lehet emelni, azzal, hogy bizonyítani kell hivatalos dokumentummal. Ha elhunyt az illető, akkor halotti anyakönyvi kivonattal bizonyítjuk, ha eltulajdonította, akkor viszont hitelesített adásvételi szerződéssel. Az ingatlanra vonatkozó hibák a földterület nagyságára vonatkoznak, vagy pedig annak a rendeltetésére. Gyakran megesik, hogy az építkezési vagy a mezőgazdasági terület nincs pontosan meghatározva. Családi ház esetében az udvarban található ház területét a teljes telekterületből ki kell vonni, és csak erre a részre vonatkozhat a lecsapolási illeték. Földterületek esetében kataszteri jövedelemhez kötött az illeték nagysága, fontos az, hogy melyik kataszteri községhez tartozik. Terézia néni több mint egy havi nyugdíját fizette be a lecsapolásra. Imam 10 jutara zemlje, dobila sam 23.000. Több házban lakók is kaptak lecsapolási illetéket, a nyugdíjas Pista bácsi is. Megkaptuk az 5000 dináros segélyt, és utána másnap mindjárt megkaptuk a vízlevezetési költségeket. Panasszal lehet élni a földhivatali birtoklap felmutatásával, viszont ha a társasháznak van udvara, akkor bizony fizetni kell. A vízlecsapolási illetékre vonatkozó panaszaikat a polgárok a köztársasági adóhivatal szabadkai kirendeltségében az 1-es és 2-es számú tolóablaknál adhatják át írásban 800 dináros illeték befizetése után. János bácsi 52 éve él külföldön. Minden évben, amikor hazajön, újabbnál újabb meglepetés számlák várják. Most kifizette az illetéket, de földjét novemberben elajándékozta és átiratta másra. A számlával kapcsolatban őt más is bosszantja. Elsősorban nem írják ki, hogy mondjam, ez a latin betűkkel, hanem kockákkal. Én a kocka betűket nem tanultam. A mezőgazdasági termelők szerint itt nem lecsapolni, hanem éppen ellenkezőleg öntözni kell a földeket. A vajdaság területén begyűjtött lecsapolási illetéket vajdaság területén kell felhasználni. Sajnos nem minden régió egyformán érintett, vagy hál' Istennek a vízkárokat illetőleg. Ezt a vízgazdálkodási közvállalat ossza be, tehát itt kanális rendszereket, gátrendszereket építenek. Kérvényezhető az illeték részletfizetése is.
Az év végéig Szerbiában mindenkinek elektronikusra kell lecserélnie egészségügyi könyvecskéjét. Ennek költsége 400 dinár. Magyar Kanizsán mára már megszűnt a sorbanállás, várni más ügyek intézése miatt kell. Magyar Kanizsán egyre kevesebben vannak azok, akik még nem igényelték az e-kártyát, a legtöbben személyesen intézkedtek, az internetes megrendelés lehetőségét csak kevesen ismerik. Pénteken szinte mindenki már az új kártyákért jött a nyugdíjbiztosítási alap helyi kirendeltségébe. A kispiaci Kiskovács Zsuzsanna hiába utazott be Magyar Kanizsára, az új egészségügyi kártyákra még várnia kell. Hát az idejében nem hiszem, hogy kész lesz, nem hiszik, majd januárba jöjjek megint újból. Ez egy kicsit macerásabb, hogy vidékre kell azért bejönni. Hát igen, nekünk egy kicsit így nehezebb, meg költségesebb is vidékről ide beutazni, de hát muszáj megtennünk, mert nincs más választásunk. A Magyar Kanizsai Sarnyai Franciska is abban a reményben jött az intézménybe, hogy elkészültek az új egészségügyi kártyák. Gondolom készen, mert azt mondták nekem akkor, hogy másfél hónap körülbelül már beadtam egy jó ideje. Sutyov Erika kislányával érkezett Adorjáról, kezében a régi egészségügyi könyveket szorongatta. Cserélni szeretném, igen, mivel lejárnak a betegkönyvek, de ahogy hallottam, nem sokat fognak érni az új betegkönyvek. Mert ez mire alapozza? Mivel a régiek is ugyanúgy kellenek, mint az új betegkönyvek. A köztársasági rokkant és nyugdíjbiztosítási alap Magyar Kanizsai fiókjában megszint ugyan a sorbanállás, az azonban előfordulhat, hogy a megígért határidőre az új elektronikus egészségügyi kártyák nem érkeznek meg. Több mint 51 ezer e-kártyát kézbesítettek már Szabadkaváros, valamint Topolya és Kishegyes község területén, közölték az illetékesek a Pannoner TV megkeresésére. Eddig az EUPRAVA honlapon keresztül 1678 személy igényelte az új dokumentumot a térségben. Az adatok alapján a lakosok nem riadnak vissza attól, hogy a tolóablaknál sorakozzanak. Médiaházunk megkeresésére közölték, nem kell az igénylőknek sokáig várakozniuk a hivatalokban, mivel a lakosság egy részének a munkaadóin intézet adja az e-kártya igénylést. Az EUPRAVA oldalon, vagyis a Szerb Köztársaság e-közigazgatásának portálján több nyelv mellett magyarul is tájékozódhatunk. Magyarországon idén Gulág emlékévet hirdettek, vagyis a Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások éve van. A délvidéki magyarság is érintett. A legújabb kutatások további lehetőségeket nyújtanak a történelmi események megismerésére. A témában szervezett tudományos tanácskozást a Magyar Nemzeti Tanács és a Zentai Történelmi Levéltár az Újvidéki Európa Kollégiumban. A 44-45-ös eseményekről, valamint a II. Világháborút követő megtorlásokról évtizedekig nem lehetett nyíltan beszélni. A 80-as évek végétől kezdték el a szovjet fogolytáborok szörnyűségeit a nyilvánosság elé tárni. Szakály Sándor, a Budapesti Veritas Történetkutató Intézet igazgatója azt próbálja felderíteni, hogy mennyi magyart hurcolhattak el. Nincs igazán konszenzus abban, hogy hány százezer magyar járta meg a szovjet hadifogolytáborokat, hány százezer hurcolták el úgynevezett kismunkára, vagy hogy nem pontosan fogalmazunk, Málenki robotra, és hány ezrek vagy tízezrek kerültek elítéltként kényszermunkatáborokra, a gulágra, de mintegy 600 és 800 ezerre teszik ezt a számot, és mintegy 200-250 ezerre azoknak a számát, akik soha nem tértek vissza Magyarországra. Ukrajnában az elhurcolt magyarokat nem lőtték le, mint azt tették a délvidéken a partizánok. A 4. ukrán front katonái szedték össze az embereket, és Szojvára vitték, ahol betegségek tizedelték meg őket. Ezt a történelmet, amit tanulmányozunk, jóformán most kezdi megismerni a világközvélemény, eddig ez tiltott volt, az iskolai tankönyvekben nem szerepel, hát reméljük ezek a konferenciák, amik itt is vannak, az európai figyelem központjába kerül. Az emlékév és az 56-os események 60. évfordulója alkalmából Magyarország szabadkai főkonzulátusa egy kiállítást szervezett. Babits János főkonzul szükségesnek tartja a történelmi események feltárását, hiszen, mint mondta, így próbálunk emlékezni a nyomtalanul eltűnt foglyokra. A Málenki robot és a gulágra kerülés valahogyan átmenetet képez 1956 eseményeihez, hiszen sok szempontból egy olyan előszele volt az a
önkény és a terror, ami elvezetett egészen 1956 forradalmáig. Úgyhogy úgy gondoljuk, hogy a két témakör nem csak az évszámok eseménye alapján, hanem egyáltalán a történeti folytonosság miatt is egybevág. Éppen ezért gondoltuk, hogy ezt a kiállítást az Európa Korrélégium érdeklődő fiataljaival is meg szeretnénk ismertetni. A nemzetközi konferenciát a Zentai Történelmi Levéltár és a Magyar Nemzeti Tanács szervezte. Az, ami nekünk a Nemzeti Tanács szempontjából fontos és jelentős volt, hogy nem csak a kutatásokat megismerni, új eredményeket fölmutatni, hanem egyúttal könyvbe rögzíteni mindezeket a tanulmányokat, ezeket az ismereteket és azokat az emlékezeteket, amelyeket az elmúlt időszakban már sikerült összegyűjteni, hiszen a Vajdasági Magyar Művelődés Intézet kiadásában számos önéletírás jelent meg, más kiadványok is, amelyek pontosan ezzel az időszakkal nagyon komolyan, nagyon jelentősen foglalkoznak. A Magyar Nemzeti Tanács pályázatot hirdetett fiatalok számára, akik saját kutatásukkal hozzájárulnának az események feltárásához és a történelem teljesebb megismeréséhez. Állítólag gyilkossági kísérlet történt szerda éjszaka Horgoson. A hírt nem erősítették meg a hatóságok. Két migráns kerülhetett összetűzésbe. A helyek szerint pedig az ellentét odáig fajult, hogy egy lőfegyver is előkerült. Széttépett sátrak fogadták stábunkat a szerb-magyar határ melletti táborban. A legtöbb menekült behúzódott az építményekbe a hideg idő elől. A sátortáborban teljes nyugalom volt péntek délelőtt, és közel sem az a kép tárult elénk, ami korábban jellemezte a helyszínt. Nyoma sem volt feszültségnek annak kapcsán, hogy a közbeszéd szerint incidens történt a központhoz közel. A szerb-magyar határ melletti sátortáborban, ami Horgosnál van, közel sem az a helyzet, mint fél éve, amikor még több száz menekült tartózkodott itt. Jelenleg 4 család van, akik Afganisztánból, illetve Irakból érkeztek, és arra várnak, hogy átjussanak Magyarországra. Stábunknak elmondták, hogy nem hallottak arról az állítólagos gyilkosságról, ami a napokban történt Horgos mellett. No, I haven't heard, I didn't hear. Kíváncsiak voltunk, hogy vajon Horgoson hallottak-e az esetről. Nem hallottam semmit sem. Nem hallottam, pedig ma is úrtam Kanizsán, meg Horgoson, szóval minden nap megfordulok itt a faluba, de nem hallottam semmit sem. Kamerán kívül azonban többen elmondták, hogy a hír igaz lehet. Szerda éjszaka két menekült került összetűzésbe a falun kívül. Stábunkat a sátortáborhoz közeli autópálya felüljáróhoz irányították a helyiek. Nem hivatalos információk szerint itt a horgosi sátortáborhoz közeli felüljárón történt az incidens szerda hajnalban. A horgosi helyi lakosok elmondták, nem hivatalos információkra hivatkozva, hogy egy migráns megsebesítette a másikat lőfegyverrel, akit jelenleg is a Szabadkai Közkórházban ápolnak. Dulakodásra vagy gyilkossági kísérletre utaló nyomokat nem találtunk a helyszínen, a rendőrség részéről pedig nem nyilatkoztak az illetékesek az ügyben, ugyanis a nyomozásra való tekintettel teljes hírzárlatot tartanak. A helyiek azonban elmondták, hogy szerda este több mint 10 rendőrautó érkezett a faluba, és az említett felüljárón is intézkedtek. Addig, amíg hivatalos rendőri tájékoztatás nem érkezik, marad a találgatás, hogy vajon történt-e valami Horgoson szerdán, és ha igen, akkor pontosan mi. Nézzük, mi lesz még a híradóban. Zomborban és Temerinben koncertezett a magyarországi Kolompos együttes. Tehetségnapot tartottak ma a Kevi Móra István Művelődési Egyesületben. Fergeteges hangulatot teremtett csütörtökön a magyarországi Kolompos együttes Zomborban és Temerinben. A zenés interaktív gyermekműsort először a nyugatbácskai, majd a délbácskai alsó tagozaton tanuló magyar általános iskolások nézhették meg. Az eseményt a belgrádi Collegium Hungaricum és az anyaországi Nemzeti Kulturális Alap közreműködésével a Magyar Nemzeti Tanács szervezte. Gyerekekkel telt meg a temerini színházterem. Hát nagy-
nagyon jó tetszett az ének, így tapsoltam is, meg minden, én is énekeltem. Minden, de főleg akkor, amikor az öregemből mindig rázkodott, meg minden tetszett benne. Az, mikor a gonosz banya az hozzánk beordított egy nagyot, azt tetszett nekünk a legjobban, még mikor ide-oda szaladgált. A tanítók is nagy lelkesedéssel fogadták az előadást, amely feledhetetlen élményt és megérdemelt szórakozást nyújtott mindenki számára. Hangszereket láttak, élő zenét hallgattak, ezeknek a csodálatos embereknek a gyerekekhez való viszonya, a pedagógiai fogásai, csodálatos élmény volt. Épp most mondtam nekik, hogy minden héten elbírnánk egy ilyen jó koncertet. A Kolompos Együttes csak nem 30 évvel ezelőtt alakult meg Magyarországon népzenei együttesként. A zenekar egy óvodai meghívásnak köszönhetően kezdett el a legkisebbeknek műsorokat készíteni. Vajdasági vendégszereplésük során karácsonyi ünnepi hangulatot szerettek volna teremteni. Amit mi mindig igyekszünk végrehajtani, vagy megtenni, hogy egy közös játékba vonjuk bele a gyerekeket, ez maximálisan sikerült, és úgy érzem, hogy nem is csak, hogy úgy mondjam, a mi munkánk eredménye volt, hanem mindenki. Úgy gondolta, szinte az első perctől kezdve kinyíltak, és szerették a műsort, és szerették az együttes és az előadást. A Kolompos Együttes műsorán több mint 300 gyerek vett részt Temerinben. A helyi iskolások mellett Tiszakálmán falváról, Szent Tamásról és Pirosról is érkeztek a legkisebbek. Ilyenkor év végéhez közeledve, az első fél év végéhez közeledve az ünnepi hangulatban úgy gondoljuk, hogy a gyermekek megérdemlik, hogy egy ilyen koncertben részesüljenek, és ezzel szerettünk volna kedveskedni a Magyar Nemzeti Tanács és a Belgrádi Hungarikum Intézet. A gyermekeknek a sikeres munkájukért, a kitartó munkájukért, amelyet a tanév során nyújtottak, és egyfajta felgeteres hangulatot szerettünk volna varázsolni, és azt gondolom, hogy sikerült is. A temerini előadás előtt a zenekar zomborban is fellépett. A helyiek mellett a hódsági, az apatini és kólai kisiskolásoknak is alkalmuk volt megnézni a nekik szánt műsort. Az ünnepek csendben jönnek, örömmel címmel tartottak tehetségnapot ma délelőtt a Kevi Móra István Művelődési Egyesületben, ahol megnyílt a Zenta első írásos említésének 800. évfordulója alkalmából szervezett kiállítás is. Különleges karácsonyi díszeket készítenek a kevi gyermekek a negyedik alkalommal megszervezett tehetségnapon. Különbözőféle hópelyheket készítettünk, amivel a Mórát és az otthont fogjuk feldíszíteni. Otthon is mindig készítek kézi munkákat karácsonyra, hogy ezzel díszíthessem fel a szobámat. A gyermekek örömmel vettek részt a foglalkozásokon. Nagyon tetszett ez a foglalkozás, nagyon várom már a karácsonyt, azért, hogy összehozza a családot, és azért tetszik a karácsony. A karácsonyi díszeket a zentai Hófehérke óvoda nevelői irányításával készítették el. Szeretnénk arra rámutatni, hogy nem csak az az ajándék, ami nagyon drága, tehát nem csak az a jó érzés, hanem az, amit saját magunk elkészítünk. Akkor volt egy kisebb alkalmi kiállítás. A tehetségnap keretében megnyílt a Zenta első írásos említésének 800. évfordulója alkalmából szervezett kiállítás is. Remélem, hogy ez a kiállítás megerősíti az emberekbe, hogy igenis Zenta, függetlenül, hogy most községnek nevezik, de gyakorlatilag mindig is városias jellegű és egy igazi, a Tisza mellett egy a legjelentősebb, mondhatnám, város. A rendezvény célja a gyermekek képességeinek fejlesztése, a tehetségek felkutatása. A mai programban bekapcsoltuk az óvodásokat, a kisiskolásokat, a felsős tanulókat, és természetesen a szülőket is, hiszen szülői támogatás nélkül nagyon nehéz volna bármit megvalósítani. A Kevi Móra István Művelődési Egyesületben a következő hetekben számos programot szerveznek az ünnepekre való ráhangolódás jegyében. December 6-án Mikulás napi rendezvénnyel, december 17-én betlehemezéssel, december 23-án pedig nagyszabású karácsonyi műsorral várják az érdeklődőket.
20 éves a Vajdasági Ifjúsági Fórum. Idén is megszervezték a már hagyománynak számító gólyabulit Szabadkán. A jubileum alkalmából ismert, a fiatalok által kedvelt zenekarokat hívtak. Az előadók mellett játékokkal és érdekességekkel készültek a résztvevők számára. Az elsős egyetemisták többsége nem maradt otthon. A zombori Csuvárdi Tamara októberben kezdte meg tanulmányait a magyar tannyelvű tanítóképző karon. Mindenki nagyon ajánlotta, hogy jöjjünk a prénia miatt is, és azt mondták, hogy jó buli lesz. A gólyabuli nem csak egyetemistáknak szól, több környező településről érkeztek bulizók. Először az adai prénia lépett színpadra. A zenekar 4 éve zenél együtt, idén megjelent az első lemezük, több tehetségkutató műsorban is szerepeltek. Azóta nagyon sok mindenen keresztül mentünk, több tehetségkutatón, ahol elég jól szerepeltünk, valamint számtalan koncerten vagyunk már túl, nagyobb zenekarokkal, mint például a Subscribe, Road. A WIFO fennállásának 20. évfordulója alkalmából egyedi teremdíszítéssel és kvízjátékokkal készült. WIFO 96-ban alakult, és ezért 3 évtizedben volt jelen. Tehát ugye a 90-es években, a 2000-es években és a 2010-es években is. És ezt igyekeztünk most megjeleníteni a buliban is. Akár a játékokban készítettünk különböző koktélokat, mint például gumimaci szörp, csodaturmix, ami egy-egy évtizedre jellemző. A Fréniát a magyarországi Brains koncertzenekar követte. Az est végén pedig a magyar kanizsai DJ Bosznai pörgette a lemezeket. Összművészeti cipőkiállítást tartottak csütörtökön a szabadkai Kleinhaus közösségi bárban. Az esten Gyurkovics Róna fiatal cipőkészítő művész munkáit mutatták be. Nem hagyományos divatbemutatót tartottak a Kleinhaus terében csütörtök este. Gyurkovics Róna szabadkai születésű, jelenleg Budapesten élő cipő és kiegészítő tervező, akinek az idei bemutatkozó kollekciója egy válogatás az eddigi munkásságának legkedveltebb darabjaiból. Róna cipői markáns, merés stílust képviselnek. Őszinték tőlem ezek a cipők, tényleg az enyém, én magamnak tervezem meg olyat, amit én szívesen hordok, amiben szívesen járok. És nem akarom ezt korrigálni azzal, hogy a közönség, hogy meg akarok felelni egy csoportnak. A kreatív divat performance koreográfiáját Kis Anikó jegyzi. Izgalmas volt azt végig gondolni, hogy láthatják az emberek a cipőt, hogy helyeződik oda a fókusz, és mégis hogy mozogjunk a térbe. Tehát, hogy ez nem egy hagyományos catwalk, tehát amikor végigvonulnak a kifutón, sőt, ez szándékosan meg van bontva, mert szerintem a cipők stílusa és világa is teljesen ettől elrugaszkodik. Szabadkán alig, hanem először tartottak cipőkiállítást. Gyurkovics Róna cipői nem csupán lábbelik, hanem az önkifejezés eszközei. Óriási meglepetésre bejelentette visszavonulását a Formula 1 újdonsült világbajnoka Nico Rosberg. A 31 éves német pilóta Bécsben egy FIA rendezvényen közölte döntését, amelyet azzal indokolt, hogy gyermekkori álma megvalósulása után több időt szeretne a családjával tölteni. Elmondta továbbá, hogy a Forma 1 világában óriási nyomás nehezedett rá az utóbbi években, és ezt nem akarja még egyszer átélni. A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség ma nyilvánosságra hozta, hogy melyik 3 labdarúgó esélyes idén az év játékosa díjra. A korábbi évekhez hasonlóan a favoritok közt idén is ott van a Real Madrid és a portugál válogatott ásza Cristiano Ronaldo, valamint a Barcelona szupersztárja, az 5-szörös aranylabdás Lionel Messi. A 3. jelölt az Atlético Madrid francia kiválósága Antoine Griezmann, aki az EB-n és a BL-ben is döntőt játszott, de mindkétszer elvesztette a finálét. Eddig tartott a híradó. A legfontosabb hírek jönnek még egyszer röviden. Parlamenti eljárásba került a jövő évi szerbiai költségvetés tervezete. Továbbra is nagy a felháborodás a vízlecsapolási illeték miatt.
Tudományos tanácskozást tartottak a Szovjetunióba hurcoltak emlékéve alkalmából Újvidéken, a vajdasági magyarság is érintett, mondták az illetékesek. Állítólag gyilkossági kísérlet történt szerda éjszaka Horgoson. Köszönjük figyelmüket, amennyiben még több hírre kíváncsiak, látogassanak el honlapunkra, a panonrtv.com-ra. Most következik az Éjfélkor című magyar filmdráma. Tartsanak továbbra is velünk, viszontlátásra!